Nagy üzem volt a labdarúgóknál vasárnap. Egy műfűvön és az alsófűvesen a Bozsik programosok játszottak, a másik műfűves pályán pedig egymás után az U15 és az U14-es tatabányai fiúk fogadták a Vác együttesét. A felnőtt csapat zárta a napi sort, ők Császáron játszották soron következő megye 3-as mérkőzésüket. Az U11-es korosztályban 7 csapat mérte össze tudását, az U13-as korosztályban pedig 9 csapat lépett pályára, köztük Józan Péter tanítványai is. Itt a Bozsik tornákon az elsődleges cél az nem is maga a győzelem, hanem az, hogy mindenki sok játék lehetőséget kapjon, illetve amit edzéseken gyakorolunk, azt megvalósítsa. A tréner dolgát nem csak most, hanem más alkalmakkor is megnehezíti, hogy játékosai 2005-ös születésűek, ilyenkor sokat számíthat akár egyetlen évkor különbség is a gyerekek között, az ellenfeleknél pedig rendre 2004-esek lépnek pályára. Mi 2005-ös születésű gyerekek vagyunk, és ez a korosztály 2004-2005-ösöknek van kiírva, tehát itt látszott is talán a mérkőzése, hogy voltak egy fejjel, másfél fejjel nagyobb gyerekek, ennek ellenére próbáljuk felvenni velük a versenyt. 14 éves, az lehet 1,40 is, meg 1,70 is, meg lehet köztük 20 kiló különbség is, és a mozgás koordinációjuk is lehet nagyon változó. Ilyenkor mit tudsz nekik mondani, hogy ha nem baj a két feje magasabb nálad, de azért próbálj meg odébb lépni? Hát azt szoktam nekik mondani, hogy próbáljuk akkor az eszünket használni, passzokkal kijátszani az ellenfelet, vagy akár úgy megoldani, hogy a testi erejét ne tudja ellenünk kihasználni. Nagyon örültem neki, hogy láttam egy nagyon bátor leányzót is, aki bemer állni a fiúk közé és focizik. Igen, igen, Niki nagyon aktív, lelkes, és azt gondolom, hogy nem is lóg ki a csapatból, úgyhogy örülök neki, hogy itt van a csapatunkban. Jól érzem magam, és apukám egyszer levitt magával focizni, és így megtetszett, és onnantól már focizom. Na és te mit szólsz, hogy egy lány is van a csapatban? Hát amikor megláttam, akkor csodálkoztam, de utána már nem. Jól játszik? Ja, igen. Szerintem jól játszunk, és nagyon jó az összjátékunk is. Hát én nem ebben a csapatban vagyok, én egyen följebb, de szerintem is. Akkor rutinosan csak visszasegítesz a többieknek? Hát, mivel neki nincsen kapusuk, ezért jöttem vissza. Én mentem volna Komáromba focizni. Milyen ez a Bozsik torna szerintetek? Ez nektek mennyire jó? Mennyire szolgálja a fejlődéseteket? Milyen meccseket játszotok? Hát szerintem nagyon jó, mert a jobb velünk egyenlő csapatokkal is tudunk játszani, és a erősebb csapatokkal is. Lakat Károly sajnos már nem lehetett ilyen elégedett csapatával. Az U15-ösök a Vácot fogadták, és 2-0-ás vereséget szenvedtek. A tréner azt mondja, nincs könnyű dolga. Az ő erősen kamaszkorban lévő srácainak sokszor fontosabb a divat, a vásárlás, az egyéb programok, mint a foci. Ennek ellenére a pályán mutatott hozzáállása ezúttal is elégedett volt, de a játékkal már kevésbé. A hozzáállásukkal elégedett voltam, mert megfelelően küzdöttek, csak a játékban voltunk gyengék. Úgy érzem, hogy a hozzáállásunk, a srácoknak a hozzáállása az megfelelő volt, játékunk az gyenge volt. Milyen ez a csapat, a te csapatod? Hát nagyon közepes, úgy érzem, nagyon közepes. Vannak jó mérkőzéseink, de az öm az gyengébe sikerült. Én azt úgy érzem, hogy egy kicsit ilyen, tehát nem megfelelően állnak a dolgokhoz a srácok, az az érzésem. Tehát itt nem szeretnek úgy futballozni, mint mi szerettünk régen, tehát ez pont tegnap volt egy jó eset, hogy el kellett volna menni egy pár embernek a U16-os csapathoz. Hát ők nem akartak elmenni, mert pecázni mennek, ide mennek, oda mennek, tehát vásárolni mennek. Nekünk biztos, hogy az volt az első, hogy elmentünk futballozni. Ez más világ már, mint akkor volt, tehát ez sajnos ez így van. De azért általánosítanunk se szabad, nyugtass meg, hogy ez nem mindenki van így. Tény, ezt aláírom, ez így igaz, hogy tehát általánosítani nem szabad, én csak azt mondom, hogy ez az átlag, vagy ez az öm. Vannak ebben a korosztályban azért olyan tehetségek, akire azt tudjuk mondani, hogy a később lépdelhet majd szépen fölfelé azon a bizonyos szamárlétrán? Minden korosztályban vannak tehetséges gyerekek, tehát csak a hozzáállásukat érzem nem megfelelőnek. Csapó Károly természetesen a pályák mellett töltötte a vasárnapját, szinte minden gyerkőchöz volt egy kedves, bíztató szava, egy jó tanácsa. Arra is büszke a TFC-e tiszteletbeli elnöke, hogy azok a fiatalok, akik nem tatabányán játszottak, ők Komáromban a kiemelt Bozsik tornán szerepeltek. Ez egy nagyszerű érzés persze, hogy ennyi gyerek itt van, és ezért jó ez a Bozsik program, tehát összehozza őket, és hát nagyszerű ez az idő is, kedvez nekik, tehát örülök neki, hogy ennyien vannak.
Csapó Károly szerényebb annál, mint hogy magukat dicsérje. Azért persze ő is látja, hogy jó munkát végeznek a tatabányai utánpótlásban. Nem akarom dicsérni, mert magunkat dicsérném, de én bízom benne, hogy sokan így látják, hogy így működik. És ugye nem titok, hogy a felnőtt csapatban is rengeteg gyerek játszik innen tőlünk, úgyhogy én örülök neki, hogy jönnek, sokan vagyunk, bár lehetnénk még többen is, elég sok tehetséges gyerek van, tehát előbb-utóbb én úgy érzem, hogy tudnak följönni azok a tehetségek a magasabb csapatokba, amelyikbe majd aztán kiválasztódnak. A korábbi kiváló labdarúgó azt mondja, aki menni szeretne, elengedik. Ők azért dolgoznak, hogy minél több tatabányai fiatal megtalálja a helyét az életben és az ország, vagy talán a világ valamelyik labdarúgó pályáján is. Én bízom benne, hogy lesz fejlődés, tehát a másik csapatnál, a felnőtt csapatnál is mennek följebb, és a tehetségek oda is elférhetnek. Bár én azt mondom, aki ugye most vannak itt Tatabányán ezek a tehetségközpontok a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről. Én azt mondom, hogy aki tehetséges, és el akarják vinni, menjen magasabb osztályba, az akadémiákra. Én meggyőződésem, hogy jó képzés folyik nálunk, tehát most azért egy pöttyöt hagyd dicsérje magunkat, de ha valakinek olyan vágya van, hogy mi nem akadályozzuk meg, hogy tovább lépjen, tehát ha magasabb osztályba viszik, menjen magasabb osztályba. Azért dolgozunk, hogy a gyerekek tovább jussanak, tehát ne csak olyan szintre jussanak, ahol most vannak, fejlődjenek és menjenek. Én nekem meggyőződésem az, hogy ez a jövő. Pénagy László a TFC szakmai vezetője, egyben a felnőtt csapatunk vezetőedzője is, így délelőtt a műfüves pályák között sétálva figyelte a kisebbeket, még délután 7-0-ás győzelemmel zárták a napot a megye 3-as csapattal Császáron. Milyen most az utánpótlás Tatabányán? Vegyes a kép. Kicsiknél még nagyon-nagyon szeretnek focizni, ők még őszintén állnak hozzá a dolgokhoz. Hát a nagyobb korosztályokban vannak gondok, ott már elvisz sok minden. Más is elviszi a gyerekeket, ők már nem szeretnek annyira edzésre járni. Azok, akik szeretnek, viszont azokból lehet akármi is, és hát most igazából van lehetőség arra, hogy a felnőtt csapathoz kerüljenek. Igaz, hogy most még nagyon alacsony a szint a felnőtt csapatnál, de majd szép lassan megyünk fölfelé. Minden évben szeretnénk megnyerni a bajnokságot, a gyerekek ugyanúgy fejlődjenek minden évben fölfelé a felnőtt csapattal. Aki be van erő és van benne tehetség, az jönni fog fölfelé, és nyitva az út fölfelé. Hogyha mi nem tudunk tovább menni az NB3-nál, akkor elviszi őket majd más, hiszen hát vannak a környéken olyan csapatok, akik jó csapatok is elviszik, ha mi nem tudunk följebb menni. Ha mi megyünk följebb, akkor jönnek velünk a tehetségesek. Itt sem lesz mindenkiből NB1-es játékos, most sem, meg eddig sem volt így. Nagyon tehetségesek jönnek föl, a többiek meg a megyébe szépen fognak szóródni. Mivel Pénagy László az utánpótlásban és az első csapatnál is ott van, ezért a nagyobb gyerekekkel sokat beszélget a körülöttük most kialakult helyzetről. Azok a korosztályok, akikkel én már foglalkozok ott fönt is, tehát az első csapat keretében, a U17, U19 és a jelenlegi megye 3 mögül nagyon sokat beszélgetek. A kisebbekkel még nem igazán értünk róla, hiszen új ez a helyzet, úgyhogy ők még nem nagyon tudják, hogy mi van most pontosan. Őket szerintem nem is nagyon érdekli ez, hiszen hát ők jönnek a Bozsikra és játszak a bajnokságokat, fejlődnek folyamatosan. Ők is meg fogják tudni szép lassan majd, hogy mi a cél, meg látni fogják, hogy van már egy saját csapatunk, hiszen ezt mondom, mindenkinek új. A tatabányáknak is, hiszen nekünk is majdnem új, még hogy az ilyen csapatunkon nincs NB3-osunk, hanem NB1-3-osunk van. Játszunk a stadionban, nagyon jó lehetőségünk vannak szerintem. Mindenki előbb-utóbb rá fog jönni arra, hogy érdemes itt focizni. Talán sosem játszott még ilyen rosszul a fehérmezes TKC női kosárlabda csapata, mint a hétvégén a Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület ellen. Lukács Sándor együttesen nem kezdett jól, és nem is folytatta jól. A lényeg azonban az, hogy messze tudásuk alatt játszva is nyertek a lányok. Az első negyed nem hozott túl sok pontot, látszott, hogy ezen a napon inkább a küzdelem dominál majd, nem a szép és pont erős játék. 10 perc játék után mindössze 13-12-nél álltak a csapatok. A második 10 perc sem sikerült jobban, kimaradt zicserek, technikai hibák borzolták a kedélyeket. A negyed felére 4 pontra növelték az előnyt a hazai lányok, ám a folytatásban újra felküzdötte magát 1 pontra a BKG. 28-27-tel zárták a csapatok az első félidőt. A harmadik negyedben ugyanúgy játszottak a lányok, ahogy az első kettőben. Elsősorban Hevesi Mercedes és Sipos Miriam kosaraival haladtak előre. Ekkor már 6-7 pontos előnyt is sikerült összekovácsolni, de a negyed végére ismét egál volt, 41-41-ről kezdődött az utolsó negyed. Ha választani lehetne, akkor talán ez a játékrész sikerült a legjobban a Lukács tanítványoknak. A végeredmény TKC BKG 52-43.
Beszéljünk a tavaszról, jó? Már nem az időjárás szerinti tavaszról, hanem a tavasz idényünkről. Szóval azt mondom a lányoknak, sok minden más mellett, ami nem publikus, hogy legalább az az előnyünk megvan, hogy egy győztes mérkőzés után elemezhetjük a hibáinkat, mert ezen a mérkőzésen erényünk, hát nagyítóval kell keresni, ha volt, mondjuk küzdöttek a lányok, igyekeztek a lányok, nem engedték el a mérkőzést, de a teljesítményünk az botrányos volt. Ugyanakkor, nyilván én is, hogyha kicsiket lehiggadok, akkor számba veszem a dolgot. Egyébként 2 edzünk egy héten, de a múlt héten, ezt a hetet megelőző héten nem tudtunk egyet sem edzeni különböző oknál fogva, nem játszottunk mérkőzést, tehát most úgy jöttünk erre a mérkőzésre, hogy gyakorlatilag 2 hete csökkentett terhelés volt, nem tudtunk normálisan dolgozni, tehát ez lehet magyarázat erre a teljesítményre, de hát olyan dobó százalékot produkáltunk, olyan rossz felfogásban játszottunk, ami kérem erősítsétek meg, nem volt jellemző ránk itt a tavasz idényben. Viszont, ezért mondtam, hogy beszéljünk a tavaszról, óriási örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy gyakorlatilag a tavaszi idényben a listavezetőtől kaptunk ki 1 ponttal 2-szeri hosszabbítás után, ami egy agyonnyert mérkőzés volt, meg kellett volna nyernünk, és utána egyetlen egy csapattól sem kaptunk ki. Tehát bár kevesen szeretjük a csapatot, de azt mondom, hogy egy nagyon szerethető csapatot sikerült kialakítani itt a tavaszi szezonra. A teljesítményünk is összeállt, jó volt. Itt most ez egy nagyon gyenge teljesítmény volt, ennek ellenére nyertünk, és megpróbáljuk összeszedni magunkat, és kvázi meglepetést okozni, és tovább jutni a másik csoport második helyezettje ellen vívott páros mérkőzésből. A folytatásban a csapat szabadnapos, így nem játszik mérkőzést a héten. Az áprilisi folytatást illetően azonban bizakodó Lukács Sándor, hiszen tudja, hogy a mostaninál sokkal többre képesek a lányok. Most ezt a 2 hetet 4 edzéssel kell abszolválni, elmondtam, tehát nem... De igazság szerint nem tudok mit csinálni, tehát amikor valaki külföldön dolgozik, meg a családjában van haláleset, meg a barátja külföldön van, és hozzá át kell menni látogatóba, tehát olyan nagy eszköztárom nincsen a mindenkinek a saját maga elhivatottsága, meg szándéka, meg akarata a legtöbb, amire számíthatok, de megpróbálunk most a következő 2 hétben 4 edzést abszolválni, és tanulni ebből a rossz teljesítményből, mert azért nincsen világvége hangulat. Elfogadták a kritikát, elfogadták, hogy ez tűrhetetlen teljesítmény volt, mégis nyertünk. Hadd mondjam el ettől a csapattól, mondjuk össze például kikaptunk idegenbe. Legyünk büszkék az elért eredményre, és próbáljuk meg mindent megtenni azért, hogy a keresztbejátszásból tovább juthassunk, és hogyha ez a csapattal idén mi az első 4-be tudunk végezni, az azt gondolom, hogy egy 8. csoda? Vagy nem tudom, hogy hanyadik pontosan. Megadták a módját a Mustangs tagjai és szimpatizánsai a szezon kezdetnek. A sisakot és a melvédet ünneplőre cserélték, és báloztak egyet vacsorával, zenével, tánccal, ahogyan azt kell. A szebb napokat is megélt amerikai foci csapat túl van az első tatabánya idényén, és bizakodva várja a másodikat. Most a Divízió 2-ben kell játszaniuk a fiúknak, hiszen 2016-ban nem sikerült bejutniuk a Divízió 1-es rájátszásba, ráadásul egy osztályozón is kikaptak Székesfehérváron. De mindenki bizakodó, hiszen a régi motorosok mellé sok fiatal érkezett a csapatba, és nem csak Tatabányáról, hanem mondhatni az egész térségből, a körzetből. Tudni kell, hogy az amerikai futball sportág egy elég költséges és egy elég nagy szervezést igénylő sportág. Gyakorlatilag kevés az a város, aki megengedheti magának, hogy egy olyan támogatottságot biztosít egy ekkora csapatnak, hogy fel tud állítani 22, nagyon minimum, mert az a nagyon minimum, de inkább egy 50-es keretet. Ezáltal a városokban lévő emberek is próbálnak összefogni, csapatokat kialakítani, és ezért volt egyedülálló a kezdeményezés, még annó Tatán, hogy ezek a srácok tulajdonképpen megalapították ennek a csapatnak a magját. Na most ők a Tatabánya Mustangs a mai néve, viszont fontos tudni, hogy innen Komáromból, Oroszlányból, Tatáról, Esztergomból, tehát mindenhonnan járnak ide játékosok, edzés, ami egyébként külön, ha belegondolunk, hogy valaki heti 3-szor eljön egy edzésre Esztergomból csak azért, hogy edzen, eleve már egy ilyen emberfeletti hozzáállás,
és egyébként ez a hozzáállás fog látszódni a pályán is, hogy az embernek ilyenkor még jobban megdobog a szíve, hogy azért egy Tatabányai Mustang csapatban egy olyan játékos van, aki igazából lehet, hogy Komáromban lakik. Néhány díj is gazdának talált ezen az estén. Jutalmazták a 2016-os évben legtöbbet fejlődő támadó és védőjátékost. A támadók közül jó példával jár a többiek előtt Blasek Bence, a védőknél pedig akarásával is kitűnik a többiek közül Balogh Viktor. A csapat alapköve díjat Blasek Bence kapta, míg a hagyományosnak számító Aranybanán díj boldog tulajdonosa, a válogatott kerettag Mátrei Bence. Hogy mit jelent nekem a Tatabányai Mustangs? A második családomat igazából. Ez egy olyan közösség, ahova hétről hétre boldogan jövök le, és boldogan megyek el, miközben közszeedzésen, nagyon kemény edzéseknek vagyok tanulja, és annak nem mindig örülök, de nagyon jól esik ennek a csapatnak a tagja lenni, mivel állandóan segítünk egymásnak pályán kívül is, pályán is, és egy fantasztikus második családnak érzem, hogy itt lehetek. Bence más sportokat is kipróbált, mielőtt életre szóló barátságot kötött az amerikai focival. Az amerikai foci egy kontaktsport, tehát ütközések vannak benne viszonylag durva, de egy nagyon nagy taktikai csata is, így egyszerre kell okosnak és erősnek lenned, egy nagyon férfias sportnak tudnám leírni. Mit vársz ebben a szezonban, ami nem sokára kezdődik majd? Azt, hogy az újoncainkat be tudjuk építeni a csapatba, sok játék lehetőséget biztosítsunk, én egy rájátszás elődöntő-döntő helyet szeretnék elérni a csapattal, sok örömet kivenni és beletenni a többiekért is. Azt szeretném, hogy minél többet győzzünk természetesen. Ezt a sportágat 4 hónapja kezdtem el, régebből is érdeklődtem rajta, csak először úgy voltam vele, hogy én nem választanám szívem szerint, de utána így leültem és gondolkoztam rajta, és úgy eldöntöttem, hogy igen, férfi a sportág kell nekem. Mit fogsz kapni szerinted, vagy az elmúlt 4 hónapban, gondolom túl vagy már néhány edzésen, mi az, amit kaptál ettől a sporttól? Nagyon jó állóképességet kaptam, és nagyon jó embereket ismerhettem meg eddig. Mesélj, milyen a Tatabánya Mustangs? Most szerintem egy nagyon jó csapat, az képest, hogy csak egy divízió 2-es csapat, tehát én büszke vagyok arra, hogy játszottak a Tatabánya Mustangs, olyan nagyon sok jót hallottam a régebbi időkről. Mit vársz magadtól ebben az első szezonodban? Hát, hogy minél jobban fogok teljesíteni, meg fogom azt tudni valósítani, amit edzőim, és sok annyi játékos megtanított nekem a edzéseken. Hosszú távra tervezed el ez a sporttal? Úgy gondolod, hogy megtaláltad, igen, ez kell neked? Igen, úgy gondolom, hogy megtaláltam ezt a sportágat, és szeretném minél jobban fejleszteni magamat ebben a sportágban. Zahovai Ádám edző bizakodó az alakuló, formálódó Mustangs-szal kapcsolatban. A csapat vegyes korosztály változó tudással, de hatalmas lelkesedéssel. Nagyon szép elegyünk van igazából. Van olyan játékosunk, akik 3 év elteltével tér vissza hozzánk, és kimagasló játékos volt akkor is, és most is az lesz. Van olyan játékosunk, aki már a 10. évébe kezdett bele, és van, aki tudja jó, hogy az utolsó szezonja lesz, mert egy gyermekáldás elé néz, és ezért nem fogja tudni tovább folytatni a játékot, úgyhogy egy ilyen nagyon színes elegye van ennek a csapatnak, ami egy nagyon-nagyon ütőképes csapat lehet a Divízió 2-ben. Ádám azt mondja, a Divízió 2-ben néhány csapat felkészültsége kicsit gyengébb, de nem dőlhetnek hátra. Már csak azért sem, mert több Divízió 1-es csapat is ezt az osztályt választotta, így kemény csatákra is kilátás van a szezonban. A maximálisan elégedett nyilván az aranyéremmel lennék, amiről úgy gondolom, hogy egy abszolút reális elvárás az, hogy döntőt játszunk idén. A csapatunk még sohasem játszott döntőt nagypályás futballban, és most itt az ideje, hogy ezt elkezdjük. Zahovai Ádám azt mondja, a jót könnyű megszokni, így ők is könnyen megszokták a tatabányai pályát, a közeget. Molnár Tamás ebben nagy segítője a csapatnak. Bizakodó vagyok. De a srácok már valóban megszokták a tatabányai mezőt, ahol tudnak vágtatni felső alá. Azt gondolom, hogy most már a közönség is kezdi megszokni azt, hogy itt Tatabányán vágtatnak a srácok. Szerintem tényleg nem fogunk most csalódni. Ugye a tavalyi évben volt egy ilyen, azt mondom, nehézség, hogy át kellett szokni Tatabányára, Tatáról. Nagyon sokan elmentek a csapattól. Nem különböző privát okok miatt, tehát munka, család elvonzott a játékosokat. Ugye teljesen amatőr sportról van szó, tehát senkitől nem várható el az, hogy hosszú évekig kitartson egy csapat mellett, viszont ezeknek a srácoknak a szíve az, ami a Mustangként egybe tartja őket. És azt kell, hogy lássam, hogy sikerült idén szerintem olyan fiatalokat toborozni, akik sok mindent hozzá fognak tenni a csapatnak a sikeréhez. A TAC serdülő csapata az Országos Serdülő Bajnokság alsó házában az 5.-12. helyek valamelyikének elérésért játszik. Eddig 4 forduló ment le, és 2 győzelem, 2 vereség a mérleg.
Legyőzték hazai pályán a Pler harmadik csapatát, és idegenben nyertek a Pénzügyőr ellen. Idegenben kikaptak a KSI 2-től, és fájóvereséget szenvedtek a budai Farkasoktól hazai pályán. Ezzel a teljesítménnyel a hatodik helyen állnak, de ugyanannyi 4 pontja van a negyedik helyezetnek is. Most a második helyen tanyázó Dunakesz együttesét fogadták a fiúk. Az ellenfél 3 győzelem mellett a Pénzügyőrtől kapott ki, Tatai győzelem esetén a csapatok helyet cserélhetnek a tabellán. A meccsen a Dunakeszi kezdett jobban, az első 2 gólt ők szerezték. Felébredt a TAC, gyorsan egyenlített, de a továbbiakban egyre nőtt a vendégek előnye. A 11. percben 7-3-ra, a 14. 10-5-re vezettek. A félidő közepén ráérzett a játékra a TAC, és sikerült 2 gólra feljönni, de az első 25 perc végére visszaállt az 5 gólos különbség, 17-12 oda. A második játékrész is rosszul indult, hiszen 5 perc alatt 7 gólos hátrányba kerültek a hazaiak. Sok volt a pontatlanság, rosszul védekeztek, nem volt kapus teljesítmény sem. A vége megint szorosabb lett, de a jobbak a vendégek voltak, így a 36-31-es győzelmük megérdemelt. A tatai gólokat Bece 8, Magyar 8, Zeőke Szőke 4, Cunyi 3, Lovász Bihecker 1-1, Weber 6 lőtt. Úgy éreztem végül, hogy egy kicsit jobban figyeltek, akkor talán lehetett volna szorosabb is. Igen, van benne valami, mert tényleg nagyon... Hát nem értettük meg az elején egymást, aztán szépen összeállt, aztán a végére megint elfáradtunk fejben is, meg testben is, úgy láttam. Szóval kis összpontosítás, meg több edzés, látogatás, és szerintem megvan ez a mérkőzés. Igazából 2 ember vert meg benneteket, hogyha góllövőket nézem. Hát sajnos nem találtuk az ellenszerüket. Kiléptünk rájuk, akkor megálltak, akkor nem tudtak mit kezdeni. Viszont így akkor sok hetes lett? Így van, itt sok hetes lett, szóval nem tudom, össze kell ezt még rakni. Lesz jobb? Érzed? Érzem, hogy elindultunk egy jó út felé, mert előző mérkőzésünket megnyertük, és nagyon jól játszottunk összeszedetten, szóval szerintem még haladunk előre. A dacáron, hogy kikaptatok, én is jobb játékot éreztem, mint a Farkasok ellen volt. Hú, hát a Farkasok ellen én se találtam a szavakat, hogy az edzőm se, mert az kész, az nagyon rossz meccs volt. Szerintem ott mindenkinek rossz napja volt. Kezdjük a végén, a másik félidő döntetlen hoztuk. Igen, szórtuk a gólokat, 31 lőtt góllal itthon most kikaptunk. Sokkal jobb teljesítmény volt ez, mint a múlt heti szerdai. Itt az a baj, hogy majdnem minden lövés gól volt. Nem sok védett labdánk volt, így nem tudtuk szorossá tenni itt a végét. Igazából a vége az már őrült rohanás, hogy gyakorlatilag védekezés nélkül potyogtak a gólok. Igen, a butaságainkkal, tehát a kipattanókat nem szedtük össze, abból kiállítások lettek. Még egyszer mondom, majdnem minden lövésük gól volt. Az előbb is azt mondtam, hogy többször úgy éreztem, hogy amikor közel kerülhetünk volna hozzá, akkor mindig valami figyelmetlenség, vagy egy rossz átadás, és nem tudtunk közelebb kerülni. Igen, ez a rutintalanság, idősebbek is követnek el ilyen hibákat, a fiatalabbak is, de hát dolgozunk ezeken a hibákon, ez egy erősebb csapat volt, itt ebben a mezőnyben ez egy erősebb csapat, az pozitívum, hogy mondom, sok gólt tudtunk nekik lőni, itt a védekezésben sokkal harcosabban, sokkal fegyelmezettebben, okosabban, és a támadás még azt mondom, hogy nem is volt olyan rossz, mert a gólok azt mutatják, hogy az működött, de ott is jobb döntéseket kell hoznunk, mert amikor ilyen lerohanások mennek, és ki kell választani a jó lehetőséget, akkor nekünk rendre a rosszabbat sikerül. Amikor odafigyeltünk, akkor ment a játék, hiszen volt olyan, hogy mínusz 8 is volt, és abból följöttünk mínusz 4-re, tehát benne volt a játék most a csapatban. Igen, benne volt egy még szorosabb eredmény, itt ezre a 4 gólról nem tudtunk már közelebb zárkozni sajnos, vagy egy hetes kimaradt, vagy egy olyan labda elment, ami esetleg zicser lehetett volna, és azt eladtuk. Ebből tanulunk, a fiatalok tanulnak, az idősebbek pedig bátorítják a többit. Azért küzdésből, meg lelkesedésből már sokkal jobb volt, mint a múltkori produkció. Végül is ismeritek már a csapatot. Az a 2 játékos lőtte a gólokat, akit várható volt? Zömében igen, ők azért itt fizikálisan is, meg magasságban kiemelkedtek ebből a mezőnyből. Őket több fegyelemmel sokkal jobban hatástalaníthattuk volna. Többi csapatban is vannak azért ilyen veszélyes játékosok, ezekre is készülünk, úgyhogy ezeket kell megoldanunk. Nincs jó paszban a TAC labdarúgó csapata. Bár a tavaszt jól kezdték, hiszen hazai pályán 12-1-re verték az Etét, de aztán vereség nyergesen, és legutóbb vereség itthon a vértesszőrös elleni rangadón.
Most ismét hazai pályán fogadhatták az ellenfelet. A Vértes Somló 12. helyen áll, eddig 18 mérkőzésen 5-ször nyert és 2 döntetlent játszott. Ősszel a TASZ-nak idegenben 2-1-re sikerült győzni, Rába és Szűcs góljaival. Nagy lendülettel kezdett a TASZ, és Rába előtt rögtön 2 lehetőség is adódott. Szintén komoly helyzet volt Korcsok előtt, de lövése egy védőről pattant kapu fölé. 6. percben Fehér középről lőtt, de pont oda, ahol Sztán állt, nem okozott gondot neki a lövés. A 8. percben büntetőt reklamáltak a vendégek, lehet, hogy volt benne valami. Egy hosszú labdát Koller futott be, és balról az ötös közelében be akarta adni, de a labda Borosról pattant ki, kezezést reklamáltak, és 11-est a vendégek. Somlói szabálytalanság után rúghatott szabadrugást a TASZ, Rába állt 25 méterre letett labda mögé, és lövése alig ment el a jobb kapufa mellett. A 24. percben a hazaik is szerettek volna büntetőt rúgni. Rába kapott labdát a 16-oson belül, lefordult a védőről, majd elesett, de a játékvezető nem látott szabálytalanságot. A félidő utolsó perce hozta meg az eddigi legszebb akciót. Sós viharzott el a bal oldalon, több védőt is ott hagyott, beadása egy védőről Bombic elé pattant, aki 10 méterről kapásból kapu fölé lőtt, talán le is vehette volna. Az 51. percben Bombic, Sós, Boros volt a labda útja, utóbbi jobbról lőtt, a labda alig ment el a jobb kapufa előtt keresztbe. Az 52. percben 3-as csere a TASZ-nál, Szűcs, Purgel és Csordás Dénes érkezett. A TASZ nyomasztó fölényben játszott, de igazán komoly helyzetet nem tudott kialakítani. A vendégek lelkesen és taktikusan védekeztek, ha kellett, elrúgták a labdát. A 70. percben Valakovics igazolta, hogy 50 évesen is érzi a játékot. Vendégtámadás futott a bal oldalon, majd egy átadás a jobb oldalon teljesen egyedül találta Szomolyát, aki tolt egyet a labdán, és kicsit jobbról 8 méterről a rövid sarokra lőtt, Valakovics hatalmas bravúrral védett. Ha a nehezén is, de a 88. percben megszületett a TASZ gólja. Jobbról a 16-osra egymagasában bedobáshoz jutottak a hazaiak. Ezt követően tumultus támadt a kapu előtt, egy tatai játékos a földre került, mire a játékvezető a sípjába fújt és a 11-es pontra mutatott. Nagy reklamálás és lögdösödés után Rába állt a labda mögé és buszosan lőtt a bal alsó sarokba, ezzel megszerezve a vezetést. A bíró 5 percet hosszabbított, ez alatt több volt közte ajtóablak helyzet is adódott a vendégek kapuja előtt. Hiányzott a koncentrálás, Rába 2-szer és Korcsok is kihagyta a lehetőséget. A TASZ végig fölényben játszva van ezen is, de megérdemelten nyerte meg a meccset, és gyűjtötte be a szinte kötelező 3 pontot. Sapkában nem látom, sikerült néhány őszhajszálat szerezni? Nem volt könnyű mérkőzés. Azt gondolom, hogy mindent megtettünk a győzelemért. Nagyon sokat dolgoztak a fiúk a pályán. Mindent beleadtunk, és meglett a koronája, igazából utolsó 3 percben sikerült a győztes gólt berúgnunk, úgyhogy gratulálok a csapatnak, mert óriásit küzdöttünk. Én azt hiszem, hogy minden úgy történt, hogy várni lehetett, hogy az a csapat be fog állni, és nekünk ki kell valamit találni, ami az elején elég nehezen ment. Igen, próbálták tördeni a játékunkat, mi folyamatosan próbáltuk gyorsítani a játékot, ők mindig lassították, próbáltunk aztán az oldalról a beívelésekre koncentrálni, kevésbé voltak sikeresek, a végén egy 11-es döntött, de azt gondolom, hogy óriási mezőfölénybe játszottunk, és nem volt kérdés, hogy ezt meg kell nyernünk, ezt a mérkőzést. Ezt kértem a fiúktól, hogy birtokoljuk, hátul járassuk meg a labdát, próbáljunk belépni a támadásokba, keressük a középpályásokat, és hát mindenféleképpen gólra törően kellene játszanunk, ami nagyjából sikerült is, tehát nagyon sok második félidőben főként sok helyzetet dolgoztunk ki, és tényleg a végén sikerült győznünk, ez nagyon kellett ez a győzelem, azt gondolom a csapatnak. Remélem, hogy folytatjuk tovább. Félő volt, hogy a sok előrejövett labdával egyszer véletlenül lepattan egy úgy, hogy elmennek és a gólt kapunk, ami ilyenkor benne van azért a játékban. Igen, meg is volt a második fél időben Valakovics Tibinek egy óriásit kellett védenie, hát ott volt a helyén, mondjuk azt, hogy ez a dolga, de hát óriásit védett, úgyhogy ő is nagyon sokat hozzátette ez a mérkőzéshez, még ha keveset is kellett védenie, de ugye ez a legnehezebb egy kapusnál, amikor egész mérkőzésen pihen, és van egy szituáció, amit meg kell fogni, vagy ki kell védeni, de a helyén volt, úgyhogy gratulálok neki is. Aztán ha végén egy kicsit türelmesebbek vagy nyugodtabbak a játékosok, akár a 11-es után még 2-3-at lehetett volna rúgni, mert akkor már teljesen szétnyílt a védelem. Igen, ott még volt 2 óriási zicserünk, amit egy kicsit jobb koncentrációval be kellett volna rúgni,
és akkor tényleg nyugalom lehetett volna a végén, utolsó percekben, ez nem sikerült. Azt gondolom, hogy most ennek is örülnünk kell. Hölgyeknél nem illik megkérdezni a életkor, de tőle nyugodtan megkezdem, hiszen mindenki tudja, hogy 50 évesként köszöntöttek a meccs előtt. Milyen érzés volt kapuba állni? Hát meccs előtt tudtam meg végül is, hogy ma én védeni fogok. Hát meccs előtt nem izgulok végül is, mert nagyon sokat védtem már. Mikor szokta Roland megmondani, hogy ki fog védeni? Hát általában, hogy ki fog játszani? Hát általában meccs előtt szokta. Tehát pénteken, tegnapi edzésen nem közölte, hogy én fogok védeni. És akkor hirtelen mi átszórat le benned, amikor megtudtad, hogy te védesz? Van még valami ilyenkor? Hát nincs, nincs végül is. Semmi végül is. Nem számítottam rá, hogy én fogok védeni, de Roland így döntött, így én álltam bent a kapuba. Gyakorlatilag egész meccsen csak hazadásokat kellett védeni, aztán volt egy meccslabdád, amit kifogtál. Hát igen, ezek a meccsek a legrosszabbak, amikor hébe-hóba jön kapu felé labda. Itt volt egy lövés, ott kivártam, és szerencsém volt, hogy a rövidből elértem. Ehhez kell a rutin is már, hogy ki figyelj az ember, hogy hova lőhet? Hát a korom véget is próbálok rutinnal védeni, mert hát a mozgásom már nem olyan gyors. Hát szerencsém volt most. Valamivel több mint 2 perc van hátra a TSE Pink Ese mérkőzésből, és 83-50-re vezetnek a vendégek. Ez a meccs gyakorlatilag a második 10 percben dőlt el. 7-0-val kezdtek a hazaiak, aztán 10-2, ott a vendégek időt kértek, egyébként összesen 6-an érkeztek a mérkőzésre. Aztán 10-6-nál egy hazai időkérés, és 11-10-re már a vendégek vezettek, és innen nem volt visszaút. 17-10, 29-24, már a második 10 perc közepén tartunk. A második negyedet egyébként 28-10-re nyerték a vendégek, gyakorlatilag akkor semmi nem sikerült, sorozatba jöttek le a labdák a gyűrőről, főleg Takács Emesének nem nagyon ment, neki nem jöttek a dobások, ellenben a vendégek sokkal labdabiztosabbak voltunk, ezt most Benke Sára dobásával is láthattuk, ő egyébként már ebben a negyedben 11 pontot dobott. Szabó Judit próbálja cserélgetni csapatát, nem nagyon találta meg a nyerőt, ezúttal jó. A dobás Pálmai Nóra újabb pontja, a negyedik, 86-54 a vendégeknek, és 1 perc van hátra. Tehát a másik negyedén tartottam, az 28-10-re nyerték a vendégek, a harmadikat pedig 19-12-re, és így 68-41-nél mentek pihenőre az utolsó negyed előtt a csapatok. Egyébként sokkal erőszakosabbak a vendégek, és sokkal labdabiztosabbak. Nagyon jól fognak pozíciót, főleg palánk alatt. És még azt is ritkán tudtuk elérni, hogy feldobás legyen, hiszen rögtön kikapták a hazai játékosok kezéből a labdát. Most már percen belül vagyunk, 88-54, kis csenge. Lendér Lilla, Takács, Strupka és Pálmai van benne most a pályán. Egy távoli 3 pontos még hátha, nem jön, de szerencsénk van, mert Szabó lábát érintve megy ki a labda, így aztán marad még 14 másodpercig nálunk Lendér Lilla. Ő jó játszott, nem lehet gond a játékával. Megint egy távoli dobás, ezúttal Strupka labdája jött le, és még akár a tataiak is támadhatnak, hiszen egy 8-9 másodpercük még marad az utolsó támadásra, de most egyelőre a vendégek. Benke. Kihúzzák a végsőkig. Egy kis szabálytalanság is volt, ezúttal nem fújtak a játékvezetők, mint oly sokszor ezen a meccsen. Itt most odaütött Szabó. Ezért jöhet oldalról, gyakorlatilag annyi van hátra, hogy bedobjuk, valaki dobja rá legalább. Lendér, ez nem megy be. Így a dudaszó azt jelenti, hogy 88-54-re nyeri a mérkőzést a Pink Ese.
Jó kezdtünk, hiszen 3 perc után 7-0 volt, aztán még 10-2 is, ott mintha elszakadt volna. Az ellenfél észrevette, hogy mi nem vagyunk olyan agresszívek védekezésbe, és azt láttam, hogy minden egyes támadásunkat, ugye kihasználták azt, hogy a játékvezetés nem fújta meg a kézzel történő lökést, húzást, magához fogta, lefogta, nem fújták meg. Az ellenfél alkalmazkodott, és mi nem. Mondtam is a lányoknak, hogy ha nem tanuljuk meg ezt az agresszív adok-kapok játékot, akkor nem fogunk haladni előre. Tehát úgy, sajnos úgy változik a kosárlabda, hogy egyre inkább engedik a kézzel, tolást, úgy, mint a kézilabdában is, ugye ott azért van egy kicsit, le is foghatja a 9-esnél. Ilyen itt nincs, de a benti centereknél most látható volt, végig fogták az embert. Lefogták, nem fújták meg. Akkor alkalmazkodni kell. Nem sikerült alkalmazkodnunk. Fizikailag is erősebbek voltak, úgy fogtak pozíciót lepattanunknak, gyakorlatilag hozzá se fértünk. 3 NB1-ás volt bent. Ez tény, ennek ellenére múltkor náluk ezzel a csapattal egész addig partiba voltunk, még a Lilla meg nem sérült. Most hiába kértem, az volt a feladat, hogy előzze meg, ne üsse le a labdát, szakadjon mélységbe el és fusson be. Ma nem ment a dobás, az látszott. 4 lány ugye az országos junior döntőn volt a múlt héten. 8 meccset játszottak, 5. helyen végeztek. Ők fáradtak, én ezt elismerem. Sajnálom, jobb meccset lehetett volna most játszani. A múlt heti adásunkban beszámoltunk már arról, hogy a TAC megyei bajnokságban szereplő 4 kézilabda csapata győzelemmel mutatkozott be tavasszal. Idegenben a Tarján ellen kezdtek, és izgalmas jó mérkőzésen 19-18-ra nyertek. Az elti fordulóban a környe a pályaválasztó, és mégis a Tatai Városi Sportcsarnokban játszottak. Össze 23-22-es vereség és 24-19-es győzelem a TAC oldaláról nézve. Az ellenfél az 5. helyen áll, 2 győzelem, 1 döntetlen és 8 vereség a mérlege. Jól kezdett a TAC és 2-0-ra vezetett, majd hol egyenlített a környe, hol a TAC vezetett 1 góllal. A 14. percben átvették a vezetést a környeiek, és csak a 23. percben tudták a tataiak visszacsinálni az előnyt 9-8-ra. Az első fél idő lefolyásakor is egy volt a különbség, a TAC 11-10-re vezetett. A szünet után a vendégek egyenlítettek, Sós 7-esből volt eredményes. Jó tatai akció futott, és a támadást a balszélről Stodola fejezte be góllal. Ezzel 15-10-re vezetett a tatai gárda. Aki azt hitte, hogy eldőlt, a meccs az tévedett, mert a környe szívósan dolgozta le a hátrányt. TAC kiállítás, Ivádi kapott 2 percet, a megítélt hetesnek ezúttal Jónás állt oda, és a jobb sarokba lőtt, 3 góllal csökkentve a hátrányt, 20-17. Gyors baloldali támadásnál Kurcsik, Cink Kurcsik passzból utóbbi bevetődve szerzett gólt. Kurcsik Nóra jól játszott, igazó vagy nem volt véletlen az előző héten lőtt 8 gól. Ezúttal vagy 8 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. Az utolsó percben Gubic edzőkért időt 2 gólos vezetésnél. A mérkőzés utolsó gólja Cink nevéhez fűződött, passzívat jeleztek a bírók, szabaddobáshoz jutott a TAC, és a megkapott labdát vagy 10 méterről vágta a hosszú felsőbe. Szinte végig vezetve megérdemelten nyerte meg a TAC a mérkőzést, 24-22-re. Múlt héten 8, most 4 gól, nagyon belejöttél. Ez a visszatérés, túl sokat kihagytam, úgyhogy már alig vártam, hogy itt legyek. Nehezen indult a meccs, hiszen gyakorlatilag végig egy ide, egy oda döntetlen. Mi volt az oka? Hát kicsit könnyebb meccsre számítottunk, bár úgy készültünk, hogy hajtani kell, nem elég, hogyha csak egy góllal nyerünk, hát így sikerült. Játszottál irányítót, játszottál a balszélen. Melyik a kedvenc posztod? Hát nagyon szeretek irányítani, de a szélről is, hogyha úgy kívánja a helyzet, akkor ott kell lenni. Bátran be is vállaltad néha a lövést. Hát ha más nem, akkor beljebb kell lendíteni a csapatot, és ha már megvan a lendület, akkor a többieknek is menni fog. Az, hogy mikor kidobja a hetest, az mikor dől el, vagy mitől függ? Pista. Pista dönti el, hogy mikor ki. Általában, hogyha valaki kihagyja, akkor valószínűleg más fogja dobni a következőt, de teljesen a helyzettől függően. Másik fél évben vezettetek már 5-tel, és akkor úgy tűnt, hogy könnyű lesz, aztán a vége mégis szoros lett.
Hát igen, sajnálom, nyerhettünk volna többel is, úgyhogy remélem a következő meccs, amikor találkozunk velük, még többel fogunk nyerni. Gratulálok, 2-2, és úgy veszük, mind a 2 idegenbeli győzelem. Így van, köszönjük szépen. Nem volt könnyű meccs. Tarjánban egy gólos győzelem. Nagyon kemény, nagyon hajtós meccs volt, jó védekezéssel, nagyon pörögtek a lányok, úgyhogy gratulálok nekik. Tényleg ez a csapat nagybetűs értelemben a csapat győzelme. Hát ez a meccs meg, én úgy éreztem, hogy sokkal jobbak vagyunk, nem jött ki a meccsből, kihagyott helyzetek. Hát, hetest hagytunk ki, zicsereket hagytunk ki, helyzeteink megvoltak, be kell lőni, és akkor nem ilyen nehéz, akkor mindenki jobban lehetett volna csereberélni, és nem mertem nagyon belecserélni, mert végig 1-2 gólon ment. Végén elmentünk 4-jel, talán ott próbálkoztam már, de visszajöttek a meccsbe, úgyhogy végig harcos volt. Ráadásul nekem úgy tűnt, hogy olyan 20 percig nem is nagyon találtad meg a védekező csapatot. Itt elég gyengén védekeztünk. Megbeszéltünk egy védekezést, amit szoktunk. Most ez nem feküdt, nagyon jó rutinos beállósuk volt a környéknek, és vissza kellett zárnunk. És alapból lépett fel mindenki, és nem érezték annyira beállót. Muszáj volt ezt az ártabb védekezést, akkor is jöttünk vissza a meccsbe, ugye 2-2 vezetett a környék az első fél idő közepén. Akkor csináltunk egy 4-0-át, akkor vettük át mi 2-2, és onnantól végül is mi irányítottuk a meccset, így van. Aztán a másik félidőt megint X-ről kezdtük, hiába mentünk egy gólos előnnyel pihenőre. Ott megint úgy tűnt, hogy nagyon kemény lesz, aztán csináltunk egy nagyon jó 8 percet. Hát igen, próbáltunk gyors támadás befejezéseket, az első fél időben jobban be is jött. Indultunk, indításból is zicsereket hibáztunk. Tehát igazából az, nekem az hiányzik, hogy a hatékonyság, hogy a helyzet kihasználásban abba kell javulnunk. A túraidény kezdetét mindig a Tatai IVV túra jelenti, amit a Komárom-Esztergom megyei Természetbarát Szövetség rendez. Valamennyiszer nagyon sok induló van, most már az időjárás nem kedvezett, mégis sokan látogattak el Tatára. A Nemzetközi Nésport Szövetség, az IVV, ennek a rövidítése, 93-ban kereste meg Magyarországot, és mivel a Magyar Természetjáró Szövetség nem akart tagszervezet lenni, mert ez nevezési díjas túra, ezért megtalálták a Komárom megyei Természetbarát Szövetséget, és én pedig elvállaltam örömmel, mert akkor a német szervezők azt mondták, hogy Horváth úr, mi nem pénzt kérünk, hanem nevezési díjat hozunk Magyarországra. Ez 93-ban történt, és 95-ben Londonban föl is vettek bennünket. Ezt mindenkinek elmesélem a nagy élményt, hogy az első megyei szervezetet, tehát regionálisat, de Magyarországot, de jóre mi képviseljük, és Japánnal együtt vettek föl minket. Komárom megyében, mint megyei elnök, úgy gondoltam, hogy Tatára is kell vonzani a népet, és ezért tavasszal is kitaláltunk egy túrát, meg ősszel is mégpedig, tavasszal mindig március 15-höz közelebb eső időponthoz, ősszel pedig a világgyalogló naphoz kapcsoltuk hozzá. És hát nagy örömünkre most, ugyan az időjárás miatt nem, de máskor egy-egy autóbusszal is szoktak jönni, Szombathelyről, Pécsről, Székesfehérvárról, Budapestről, és úgy szervezzük, hogy egyre bővítjük a programokat, és most örömmel mondom, hogy most állapodtunk meg a Városkapu ZRT-vel, vezérigazgató úrral, hogy a Fényesre elvisszük őket, és ha már a Fényesen járnak egy érintőpontot, mégpedig a tanösvény bejáratánál elhelyeztünk egy kódot a villanyoszlopra, hogy ha már ott járnak, akkor menjenek be és nézzék meg az ösvényt. Természetesen órákat nem tudnak ott tölteni, de azt mondta a vezérigazgató úr, hogy 50% kedvezmény belépővel mehetnek, és
Hát egy jó órát biztos, hogy ott vannak, és szerintem ez már viszi a hírét Tatának. Mióta ez a gyönyörű hely, az ökoturisztikai központ befogadott minket, illetve megkerestük egymást, kötöttünk is egy megállapodást, és jövünk ide minden tavasszal és minden ősszel, mert szeretnek az emberek is jönni, és látják, hogy milyen kulturált körülmények között nevezhetnek, illetve érezhetik magukat jól, és ismerhetik meg Tatát, és vihetik el a hírünket. Úgy érezzük, hogy egy tavaszi langyos eső van, ilyenkor idézőjelben térdig járhatunk a békákban, siklókban, kígyókban, tehát valóban nagyon sok hüllőkét éltű most mozdul meg, kibúvik a talajból és felkeresik a vizeket. Természetesen napsütésben én is jobban szeretek kirándulni, de kétségtelen, hogy egy enyhe esőben nagyon sokféle olyan dolgot láthatunk, amelyet napsütésben nem, hiszen vannak olyan lények, amelyek valóban ilyenkor sokkal aktívabbak, mint a verőfényben. A mai napon a derítő tavat fogjuk körbejárni. Ez Tatának az egyik legeldugottabb, de nagyon szép tava. Gyönyörű kis horgász kunyhók veszik körül, a távolban pedig a Gerecsének a gyönyörű szép látképe. A tabellára nézve bizony kicsit elkeseredhettek a tatai kézilabda szurkolók, hiszen a TASZ csak a 9. helyen áll az NB1B nyugati csoportjában. Aminek jó összprodukált a gárda, annyira nem megy tavasszal. Még a legpesszimistábbak sem számítottak arra, hogy az eddigi tavaszi 5 forduló alatt mindössze egy győzelem áll majd a csapat neve mellett. Nem sikerült a nyitány, legutóbb a Pler otthonában hajtott fejet ellenfelőt a TASZ, 31-24-es vereség lett a vége. A mostani ellenfél a Vecsés a 4. helyen áll 23 ponttal. Ősszel nagy meccsen 27-25-re nyertek a hazaiak. A TASZ legutóbb hazai mérkőzésen a Pénzügyőr ellen szerezte meg tavaszi első pontjait. Szép számú közönség gyűlt össze a városi sportcsarnokban, bízva egy hazai győzelemben. A Kisék Máté, Jancsó Szám, Szalcinger, Szövérfi, Kisék Bence, Kanyó Ádám csapat védekezve kezdett. A vendégek elrontották a támadást, indulhattak a hazaiak. Kisék Bence remekül vette észre, hogy középen van egy kis hely a védő között. Belépett és csak lerántani tudták, ami 7-est ért. Kanyó Ádám jött és belőtte. Györfi Mário erőszakosan tört be a bal oldalon a védők közé, még lerántani sem tudták, így szerzett gólt, közben a szabálytalankodó Kanizsaj sárgát is kapott. A 12. percben játékvezetők passzívat jeleztek a TASZ támadásánál, amikor Györfi remekül játszotta meg Kanyó Balást, akit lerántottak, Kanyó Ádám ismét 7-eshez állt oda, és ismét belőtte. Kisék Bence nagyon bátran ment be a magas védők közé, csak ellökni tudták a 6-oson. Büntető jöhet, Kanyó Ádám 3. gólját lőtte büntetőből. Nehezen bírunk a vendégek beállósával, ezúttal szerencsésen pattant hozzá a labda, és már a 3. gólját szerezte. Az ellentámadásban Györfi Mário gyorsan válaszolt, lövése a védőkön megpattanva került a kapus fölött a hálóba. A 22. percben a frissen beállt Galambos kapott labdát a bal szélen, és remek lövéssel a bal felső sarokba talált. A vendégek támadása szitszerig jutott, de kapufát lőttek. A kipattanót Antal szerezte meg, de a jobbról leadott lövését Kisék remekül védte a rövid saroknál. A félidő utolsó percében Sibolin edző kért időt. A vendégek támadása jó védekezésen halt el, a védőkről lepattanó labda Kisék kapushoz került. A gyors támadás végén Galambos bravúros mozdulattal vette át a labdát, és remekül lőtte el a hosszú sarokba. A félidő végét jelző sípszó előtt néhány másodperccel. A második játékrészre kapus cserélt a TASZ, Cérna jött be. Fogott is egy nagy zicsert, amit a vendégek beállósa lőtt kapura. A TASZ támadásának végén pedig Kállai messziről talált a kapuba. A 40. percben Györfi erőszakos labdaszerzésével indult a TASZ támadása. Kisék indulhatott, Galamboshoz passzolt, majd a visszakapott labdát a bal sarokba lőtte, először lett 5 közte 19-14-nél. A 44. percben kettős ember előnybe került a TASZ. Előbb a Vecsési Györfi, majd Horvát is leülhetett 2 percre. Utóbbi megmozdulásáért büntetőt is ítéltek a játékvezetők. Galambos állt oda és belőtte 21-15. Cérna kétszer is bravúrosan védett, utóbbinál Halász lőtte hasba a kapust. 5 perc van hátra a mérkőzésből, és 25-20-ra vezet a TASZ. Györfi nagyszerű játékával, és a második félidőben beállt Cérna nagyszerű védéseivel, de az eredmény az egész csapatot dicséri, hiszen ehhez mindenki kellett.
bár most épp egy rossz labda, Szám nem figyelt oda, vagy Györfi nem figyelt oda, minden esetre most jöhetnek a vendégek, akik még nem adták fel a harcot, miért is adnák fel, amikor 4,5 perc van hátra. Egy sarokdobásra jöhetnek a vendégek, akik közül Györfi Zoltán, Antal Levente 4-4 gólos, míg a hazaiaknál Györfi Mário 8 góljával a legeredményesebb játékos. Ez könnyű labda volt, és Cérna TV indítása Galambosnak, aki negyedik ilyen gyors indítás gólját szerzi. Ez nagyon bejött, és ráadásul még 2 hetes gólt is lőtt. Így 26-20 most, amikor egyre kevesebb az idő. Most már 4 percen is belül vagyunk, és ugye a kézilabdás zsargon azt mondja, hogy ahány perc, annyi gól előny van, akkor azt meg lehet tartani a végén. Hát most 4 perc és 6 ide, úgyhogy ebből nem szabadna már nagy gondot csinálni magunknak. Gyakorlatilag az egész első fél idő egy ide, egy oda ment. Egyszer vezettünk 2 góllal, 3 góllal, 10-7-re, de a fél idő 13-13-mal zárult egy parádés utolsó másodperces galambos góllal. Aztán a második fél időben már végig a TASZ vezetett, előbb 1-2-3-mal, és volt, amikor már 21-23-17 is volt. Egy újabb remek védekezés után, most már amikor belül vagyunk az utolsó 3 percen. Játékvezető idő van. A labdát kell egy kicsit javítgatni. Biztos egy kis kosz ragadt rá. Néha az is csoda, hogy gurul egyáltalán a labda, annyira vakszos már. És ez sajnos a pályán is meglátszik, nem is a lelátóról, hanem egész közelről. Galambos, Györfi, Jancsó, Szám, Kisék, remekül játszik ő is, Szám. Jancsó vonalra lépett, így tehát nem érvényes a gól. Rót hozhatja játékba. Középen ezúttal Halász Máté, az egyköri válogatott irányít a vendégeknél. Az ismétlés már jó, először még Cérna védett, aztán Auer Christopher belövi második gólját, ezzel 5-re csökkentve a hátrányát 2 perccel a vége előtt a vecsésnek. Hazai időkérés, nem olyan régen kért időt Sibani Jakab az 50. percbe, és most a vége előtt. 2 perc 3 másodpercen még egyszer úgy gondolta, hogy van mit mondani az utolsó támadásokra, hiszen azért valljuk be őszintén, nem vártuk, hogy ilyen magabiztos előnnyel fordulhatunk itt az utolsó néhány percre. Az eddigi tavaszi teljesítmény nem ezt mutatta, bár a legutóbbi hazai meccset sikerült hozni, de idegenben azért rendszerint kikap a csapat. Ősszel egyébként 27-25-re a vecsés nyert otthon. Így tehát mindenképpen vissza kéne vágni, jóval előrébb állnak a tabellán. Köszönhető az annak, hogy tavasszal mindössze 1 meccset sikerült eddig nyerni a TASZ-nak. Itthon a pénzügyőr ellen hozták a múltkori a 2x30 percet, Szám. Galambos, Kiség, Györfi, neki minden bejött, most ez az átadás nem. Jógát nem engedték labdához jutni. Kökény is nagyon jól játszik, és egy szép labda, de ezúttal a másik oldalon egy vonal. Vízt lépett rá a vonalra, itt átmarad az 5 gól, 26-21, és már csak 1,5 perc hátralévő játékidő. Györfi, Szám, Kiség, Bence, Jancsó, Galambos és beállóban Jóga a pályán. A kapuból pedig Cérna nézi, hogy mire megy majd ez a támadás. Jó lenne még egy gólt lőni. Ezúttal nem sikerül, mert
Rót kivéri Györfi lövését. Még egyszer biztos, hogy támadhatunk, hiszen nem hagyják a játékvezetők ezt a több mint egy percet végig a vendégeknél. Így meg főleg nem. Fiár harmadik gólját lövi. 26-22, egyébként mindig csak 9 gólt lőttek a második félidőben a vendégek. Ez mindenképpen a védekezés dicsérte, vagy dicséri. Ebben jó néhány Cérna bravúr is benne van, de hát ilyenkor szokták azt mondani, hogy jó védekezés mögött lehet jó kapus teljesítmény. Györfi nagyon kijön rá a 9-es Auer. És itt már nincs. Rótnak ellenszere. Györfi 9. gólja ellen. Pár másodperc és vége. 27-22-re vezet a TAC. Még egy gól. 27-23. Mindenképpen nagyobb arányú a győzelem, mint ami vereség volt ősszel. És megvan az újabb hazai tavaszi győzelem. Ez nagyon kellett a továbbiakban. A végeredmény. Tatai Ac, Vecsés, 27-22. Gratulálok a győzelemhez. Ha valamikor azt lehet mondani, hogy kellett ez a győzelem, akkor ez most erre vonatkozik. Hát úgy gondolom, igen, hogy ez nem túlzás, hogy számunkra ez a létfontosságú győzelem volt. Ezért nagyon örülök, hogy a fiúk is átérezték ennek a súlyát, és úgy gondolom, hogy 60 percen keresztül egy koncentrált és összeszedett játékot nyújtottak. Dacára annak, hogy 13-13 volt a félidő, én úgy éreztem, hogy végig volt ritmusa a játéknak. Igen, megmondom őszintén, ez a 13-13, ez úgy átfutott a félidőbe a fejemen a múlt heti mérkőzés alapján, de hál' Istennek sikerült az első 10 percet úgy kezdenünk a második félidőbe, ahogy a Pler ellen is kellett volna, és ez úgy összességében megalapozta azt, hogy a második félidőt azt úgy gondolom, hogy végig magabiztosan vezetve nyertük meg. Annál is inkább, mert nagyon kevés gólt kaptunk a másik félidőbe, ez kapusnak is, védekezésnek is dicsérete. Igen, én úgy gondolom, hogy ez a kettő természetesen szoros összefüggésben van. Azokat a lövéseket nem védett rosszul Máté sem az első félidőbe. Azért cseréltünk, mert Tibinek talán a rutinja azok ellen, a játékosok ellen, akik a másik félidőben játszottak, őket ismerte, így a Halász Mátéra gondolok, a Kökény Tiborra, és ebből tudtunk profitálni, de természetesen ez kellett azért egy összeszedett védekezés is. Támadásban én azt hiszem, hogy Györfitől már régen vártuk ezt a erőszakos, gólerős játékot. Igen, Máriónak, hogy is mondjam, fiúk előtt fizikai fenyítést helyeztem kilátásba, és úgy látszik, hogy ez használt. De félretéve viccet, igen, ő benne, meg hasonlóan egy-két fiatalhoz is, nagyon nagy potenciál van. Ez, hogy kijöjjön belőlük, ez természetesen az edzői, az én feladatom is, de kell hozzá az adott játékos is. Kellett is ez a bátorság, vagányság, mert azért ellenfél egy csupa rutinos játékos volt pályán. Igen, pontosan ezért próbáltuk széttörtelni a játékukat, mert ha folyamatosan hagyjuk, nagyon sok NB1-es rutinnal rendelkező játékos van, mint ahogy mondtad, és akkor nem nagyon tudtuk volna követni, mint ahogy egyszer-egyszer, amikor nem tudtunk cserélni, vagy kihagyott a koncentrációnk, akkor azért ők nagyon jól megtalálták az üresen lévő embereiket, de a mérkőzés nagy részében azért ezt kontrollal tudtuk tartani. Maradt még egy kis szufla végére? Hát én személy szerint nagyon elfáradtam, de szerintem a csapat is. Próbáltunk forgatni, hogy mindenki játszon. Nekünk jobban jött ki a lépés. Igazából amit játszottunk, az összejött, mert a Kökényt, az irányítójukat kivettük, hogy ne szervezze a játékukat. Mikor dobtál utoljára 9 gólt? Emlékszel még rá? Talán Pécsen, amikor x-eltünk, akkor nem 9-et, hanem 11-et, de akkor is ennyire ment a játék. Rengeteg mindent bevállaltál, aztán a második évben néha szerencséd is volt, mert védőkről pattantad, de ez az is kellett, hogy erőszakosan menjél oda. Igen, és az is kellett mellé, hogy a csapattársak megteremtsék azt a helyzetet, amiből én lőni tudok. Szerencsére a góldaim szerintem nagy részéből pont ez a megpattanós volt, de a kapus és a védőkre is befelé pattant, ami egy nagyon nagy szerencse. Érzi azt az ember meccs előtt, hogy jól fog menni? Én megmondom őszintén, én nem, személy szerint, mert ugye a padon voltam, ott kezdtem,
de ez igazából olyan, hogy ha fölkerülsz a pályára, megpróbálsz 100%-ot, 110%-ot, hogy a jaksi kéri nyújtani, és ez a pályán alakul ki az a, az a forma, amit le tudunk tenni az asztalra. Végéreztétek, hogy megvan? Bennem volt egy kis félsz, amikor elmentünk 3-4 góllal, és az első félidő végére talán följöttek X-re, de utána szerintem a kezünkbe tartottuk a mérkőzést végig. Legközelebb vasárnap 17 órakor a Dabas ellen játszik a csapat hazai pályán.